Nem szeretek fogorvoshoz járni, de ha muszáj, akkor csak is Perfect Smile. Egy nagy darab német tömb is képes érzéki lenni. Mercedes GLE, kupé. A kupé viszonylag alacsony építésű, sportos, kétajtós autó. Ökelmenem alacsony és négy ajtaja van, vagyis nem feltétlenül fedi le a kupé ismérveit. A lejtett tetővonal miatt nevezték el kupénak, ezzel is megkülönböztetve a Mercedes GL-től, ami szintén egy hobbi terepjáró. A két autónak csak az eleje egyezik meg, az első oszloptól hátrafelé teljesen más a kettő. A kupé hosszabb, szélesebb, laposabb, sportosabb. Mercedes kényelem, luxus suttog mindenhonnan. Légrugók ringatnak, suhanunk, és ami kint van, az kint is marad. Összkerékhajtásunk van, ha esetleg nehéz terepre tévednénk, de nem fogunk. So 3000 köbcentis, 6 hengeres dízelmotor az orrában, 330 ló, meg 700 Nm nyomaték. Nem csak úgy tűnik, hanem valóban erős. Álló helyzetből 5,7 másodperc alatt éri el a 100-at. Gyors. A fogyasztása 7,5 körül, ahhoz képest, hogy akkora, mint egy kisebb lakás, takarékos. A futómű villanymotorok segítségével igazgatja a kerekeket az út viszontagságaihoz. Vagyis kényelmes. Fentről nézünk lefelé, csillag van az orrunkon, és többek vagyunk, mint mások. Az ára a forgatásunk napján olyan 40 millió körül mozog, konkurenciája például a BMW X6. Korábban volt szerencsém a SsangYong Rexton-hoz, amelyből hát kettőt kapunk a Mercedes GLE Coupé árából. Értem az árkülönbséget, mert érzem a luxus minden mozzanatát. Ez egy Mercedes. És a Mercedes, mint olyan, a kiváltságosok autója. De megjegyzem, a SsangYongban sem éreztem magam harmadrangú polgárnak. Szép ez a gépezet. Ahhoz képest, hogy az árnyéka beteríti a fél világot, meglehetősen elegáns. Az utastérben nemes anyagok sorakoznak, összeillesztési hiba nincs. Menet közben nem zörög, nem kattog, nem nyöszörög, semmi. Van mindenünk, amit korunk tehetős embere egy autótól elvárhat. Jó ez a gép. Nagyon. Meg tudom érteni azt, aki vásárol egy ilyet. Elért egy szintet, és nem adja lejjebb. Ez Mercedes. Kövess! Iratkozz fel! Szedd alá!